Azt figyeltem egyébként a pályádon, meg a kapcsolataidban is, párkapcsolatodban is, hogy alapvetően azért te hosszú távfutó vagy. Én hűséges vagyok. Igen. Abszolút, de mindenhez hűséges vagyok. És ha nem muszáj, akkor én sosem változtatok, szóval egy rettentő maradi természetem van. Sziasztok! Jaj, nagyon szép nap ez a mai, még a nap is kisütött, pedig esőt mondtak, ugyanis sokunk kedvencéhez, Bodrogi Gyulához jöttünk. Őt viszem el egy kicsit kocsikázni és beszélgetni, ráadásul kerekszüli napja is lesz, és ha jól látom, már itt is áll az ajtóban, úgyhogy jó reggel! Mehetünk? Reggel! Már forog a kamera, nem baj? Nem! Jó! Jó napot! Nagyon örülök. Ezzel a kicsi pirossal megyünk. Igen. Hova kerül? Én vezetek. Úgyhogy mutatom. Nem Jézus Mária, nagyon jó lesz, megígérem. És én hova ülök? Ide az anyós ülésre, hogyha nem probléma. Jó? Após ülésre. Kocsikázzunk egyet. Szóval így kocsikázunk. Igen, ez egy olyan műsor, hogy a kocsikázás... Én is megkötöm magam azért. Megköszönöm. Igen. Különben megbüntetnek minket. Nem, csak ki szokott pittyedni az anyám. Pittyedni szokott, igen. Na. Na. Na, akkor mehetem, mert ugye itt... Csak megjön szembe valami, nem baj? Köszönöm. Köszönöm. Jó lesz ez, már látom. Már régen találkoztunk. Jaj, de nagy. Nagyon régen, még egy televízióban. Most viszont... De már évekkel ezelőtt. Hosszú évek, igen. 6-8 éve. Nem, most fél, várjuk, csak fölteszem a... szemüvegem, mert jó. Hogy is van. Látni kell, hogy az ember mit mond. Egyrészt meg, hogy kilássak a levegőbe. Oké, addig lassan megyek. Na, és az nyugodtan, szélsebesen. Jól van. Mert én... Na, és hogy van? Na, úgy igen, na, én vagyok az, Kriszta. Mindjárt, most már fel is ismerek. Örülök. Na, szóval az a helyzet, hogy jól. Na, szuper, és hát, hogy ugyan most ezt mondjuk el, kulisszatitok, hogy február vége van, de áprilisban itt hamarosan azért most már csak hetekbe kell mérni, kerekszüli nap jön. Nem szabad, igen? Nem szabad előre gratulálni, de azért... Nem, gratulálni semmiképpen jó. Nem, de hát... 85. Igen. Hát még kimondani is olyan rettenetesen sok. 85. Hát nem, az ember nem is hiszi, hogy ilyen létezik. 85. De szép ez a 85, meg hát azért ebben a 85 évben annyi minden történt. Hát nagyon sok, de mégis olyan kevésnek tűnik. Igen? Kevésnek? Szokott igen. Egyébként számot vetni ilyen kerekszű napon? Jaj, nem. Nem? Semmiképpen nem. Figyelek. Semmiféle számottevés, soha, meg nincs fogadalom. Azt meg szoktam fogadni szilveszterkor, hogy mostantól kedve nem fogadok meg semmit. Aha, és ez betartja? Ezt betartom, minden megy úgy, ahogy megy. Az élet mindig hoz valami olyat, amit vagy meg kell oldani, vagy el kell viselni, vagy egyet kell érteni vele, vagy jaj. De ezért van az élet szerintem. Mi dolgozzunk vele, igen. Csak az ember úgy belülről úgy változik, változgat. Uh-huh. Mert például én, amikor fiatal voltam, mindent meg akartam újítani. Mindent, valami mást. Meg akarta változtatni a világot? Valami, a világot természetesen meg akartam, pláne amikor a színházban voltam fiatal, akkor meg a színházi világot akartam megváltani. Most meg a fiam, az meg, ugye hát ő szállodás. Igen. Én Árcsom van a szállodája. Igen, hát a nevüket viseli a Bodrogi nevet, a Kúria, igen, Kúria, igen. De most meg még kitaláltam. Hogy csinál, mert neki véletlenül kitaláltam egy ételt, a dupla lecsót. Hát az a legendás dupla lecsó, ami egy elrontott lecsóból lett. Nem elrontottam, túlfőzött. Aha, és ez hogy volt ez? Lecsóból, és na most erre ő egy egész kis vendégformát csinál, a
WC-ben ez a premier ott lett, mert ez a bemutató áprilisban. Mm-hmm. Egy 10 féle lecsó lesz, mind dupla lecsó, aha, meg a mamánféle túrógombóc, segített. Most ő az, aki a saját szakmájában mindig kitalál valamit, mindig újít valamit. Akkor ezt örökölte? Ezek szerint örökölte ezt a vágyat, és ez viszi is őt, mert mindig akar csinálni valamit. Meg most látva a fiatalokat a színházban, azok is, amiket én úgy elgondolkodok, hogy jaj, hát hogy van ez, mint van ez. Ő nekik meg olyan természetes. Amikor annak idején én láttam így az öregeket, hogy én talán a mi korunkban, de ez is olyan, hogy a mi korunkban, mi egy kicsit többet tanultunk az öregektől. Igen? Mert úgy érzi, hogy ma nem kevésbé néznek önökre, mondjuk? Vannak bizonyos dolgok, amiben úgy érzem, hogy nem. Például az, hogy tisztán, érthetően beszélni, nem csak a mondatokat, a gondolatokat is érthetően közölni, ez ma nem annyira fontos. Ma például úgy csinálják, hogy játszanak mindenféle remekül, és nagyon tehetségesek. Annak idején meg az volt, hogy azt tudja, érezze meg a közönség, amiket én gondolok. Meg hogy abból a szövegből mi az a tartalom, mit akarok kifejezni. Ez ma egy kicsit háttérbe szorult. De illetve én azt hiszem, hogy háttérbe, közben valószínű az, hogy valahogy másfelé ment előre a világ. Igen. Mert hát most máshogy tanulnak, akik a mafiatalok, ők nagyon máshogy, meg hát a kezükben igen, van az okostelefon, és gyakorlatilag rajta van a világ. Hát igen, amikor én valamit nem tudtam, akkor lexikon meg is. Most megfogom a telefonomat, beütöm, és azt mondja, hogy most már ezt nem tudod. Milyen. Használja egyébként az internetet? Persze, hát amennyire én tudom, hát nem úgy, mint a profik, a profi fiatalok, hanem csak amennyit meg tudok tanulni, hát mindig a picikével többet megtanulok. Ami nekik természetes, unokám Bence, néha megkérdezem, hogy ezt hogy kell megcsinálni, papa. És már csinálja. És már nem ismerem megkérni, hogy te még 5-ször mutass önkvel, én ezt így nem tudom megtanulni. Mennyi időt tölt az unokákkal egyébként? Ugye ők most kamaszok, tehát... Hát nem sokat, a szülők is keveset. Hát ők iskolában dolgoznak. Igen. Színházban dolgozunk. Ugye van a Bence, meg az Enikő. Igen. Ugye? Igen. És hát ez muszáj, hát valamennyit kell foglalkozni. Hát remélem, hogy ők foglalkoznak saját magukkal, legalábbis ami a tanulást illeti, mert őrületesen szükséges. Nagyon nagy pillanatra le lehet maradni. Pár éve, talán bő egy éve láttam az unokákkal egy tévéműsorban, ahol a Süsű főcímben lát, énekelték együtt. Igen. Az milyen volt? Jaj, nagyon jó. De a Bicska Magzit is énekeltem azt is a Bencével együtt. Igen. Az milyen, amikor együtt szereplés van a 10 éves unokákkal? Az csak annyiban érdekes, hogy nem azt figyelem, hogy én mit csinálok, hanem hogy ők milyen jók. Aha. És ez lehet, hogy azt hiszik azok, akiknek ilyen élményük nincs, hogy ez valami megjátszás, vagy nem. Halál komolyan, teljes gyomordrukkal, és ráadásul úgy is hiszem, hogy fantasztikus. Hát ez őrület. Hát a kislánynak, Enikőnek csodálatos hangja van, azt igen, ott, az meg, nekem meg, is feltűnt. Meg ő, de nagyon szép leány. Igen. Úgy, tehát lehet, hogy ő tovább viszi, nem? Igen, majd valakik ottan fényképpen. Igen, ő ez a stábunk, igen. Sanyi, Viktor és Flóra hátul. Hogy... igen. Szóval az az érdekes, hogy teljes őszintén úgy érzem, hogy fantasztikusan jók. Tehát ez a fajta elfogultság, amit ha más csinál, akkor azt mondja, hát ne legyen már ilyen elfogult. Ez nem megjátszás, ez egy tény, egy belső érzés. És szintiszta őszintén azt hiszem, és lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. Én olyan remeknek látom. De ez így természetes. Másokat meg idegeneket, így. Uh-huh. Olyan pontos véleményt mondok, hogy
nyugodtan le lehet írni. Szó kimondó egyébként? Tehát, hogy elmondja a véleményét? Ha rosszat kell mondani, akkor azt nagyon kerülgetem. Aha. Nem szeretek rosszat mondani így. Emberekre. Csak amikor följön a pumpa, akkor viszont nem tudom magába tartani. Robbanékony egyébként, mert azt tudom, hogy fiatalon az volt. De most is hoz, én tényleg fát lehet vágni a hátamon, mert mondják is, hogy ilyen nyugalom, ilyen nincs a világon. De egyszer csak úgy bugyja. És mind tud kiakadni? Bármin. Csak mert a főiskolás időkben az egy ilyen legendás korszak volt, ugye volt nem tudom hány fegyelmi tárgyalása, talán 17. 16 és a 17-en vettek vissza, igen. Mert a 16-on rúgtak ki. Igen, mert akkor, hogy sikerült kiszakítani, igen, egy ajtót tokostól. Igen, de az más, mert az a születendő exhibicionizmus volt. Ott azt hiszem, annak a gyökere, a magja az, hogy figyeljenek rám. Minden áron. Akárhogy is, csak érdekesnek, figyelemre. Nem gondoltam én ezt meg, csak most visszagondolva, mert okom semmi nem volt. Tehát nem volt olyan okom, ami miatt ilyennek, vagy olyannak kellett lenni. Viszont ez a pálya már mindjárt az elején rákényszeríti az embert arra, hogy feltűnő legyen. Hát igen, meg azért, hogyha nincs benne az... Nagyon sajnálatos. De hogyha nincs benne az emberben az exhibicionizmus, akkor ne is menjen színésznek, nem? Hát így van. Tehát, így hogy azért az arra egyébként mikor figyelt fel először, hogy szereti, ha figyelik, ha nézik? Ezt nem tudom, mert példának okáért soha, de a mai napig se családba, összejöveteleken soha egy verset nem mondtam el, egy szereplés, ahhoz nekem külön nézők kellenek, és én nekem az a véleményem, hogy a színház is olyan, hogy két nélkülözhetetlen dolog, az egyik a néző, a másik a színész. Az összes többi, ami körülötte van, az mind segítő, aha, a kellékes, a rendező, a díszlettervező, a jelmen, minden a világos, minden segítő. A kettő, a színész, aki azért van, hogy a közönség kapjon valamit. Ezért például ilyen asztali, hogy ülünk, és akkor szokták mondani, hogy asztali Gyula színész, bácsi, igen. Mondjál már. Szokták ezt mondani, hogy valami sztorit mesélj, és akkor szórakoztatj. A sztori az bocsánat, más. De nem. Véletlenül elkezdtem tegeződni, szóval bocsánat, így annyi csak olyan, mint hogyha ugye az ember egy Bodrogi Gyulával valami ezer éve ismerné. De mindig is tegeződünk a srácokkal is. Akkor tegeződjük. Köszönöm. Szóval az fontos, hogy a sztori. Az egy más dolog, amikor beszélgetünk, azt mondja, és akkor tudod, jaj, emlékszel, amikor kim voltunk a lesen, és ott leszakadt alatt, de azt előadjuk úgy egymásnak, hogy fekvettünk a rögéstől. De úgy, hogy akkor én most felállok az asztalra, és azt mondom, hogy deres már, hát ilyen. Mert hogy azt mondja a fia, hogy azért óhatatlanul mégiscsak úgy alakul, hogy a társaság központjába sikerül keveredni. Tehát amikor van egy asztaltársaság, akkor igen, úgy minden a figyelem mégiscsak... Hozzászólni. Aha. Meg mindenbe szeretek beledumálni. Na, de az más, az maga az élet. De abban a pillanatban az csak adja elő valami. És vannak olyan színészek, fölpattani, akinek ez nem gond, ugye? És már csinálj. Én meg szégyellem. Tényleg? Hogyne. Szégyenlős hát tud lenni? Én például először vettem észre azt, hogy a közönség figyel rám, vagyis kapcsolatba kerül. Még mielőtt elhatároztam volna, hogy igazán színész akarok lenni. És ez hogy volt ez az első kapcsolódás megélése? Az első kapcsolódás, az tulajdonképpen már színházban volt. Meg akárhova mentem iskolába, vagy valami, akár milyen szervezet, vagy valami. Az első dolguk az volt, hogy én szerepeljek. Hol arra kértek, hogy táncoljak, hol arra kértek, hogy egy színdarabban szerepeljek. Vagy... De én nem jutott eszembe, hogy én jója színészet.
hogy színészetnek kell lenni, az a főiskola elvégzése után szerződtetett Fodor Imre, a József Attila színház igazgatója, és az első mondatom az volt, megájkolja, megmondalak a mamának, és a közönségtől valamilyen egyszerűen így összelelkeztünk a közönséggel. És akkor azt mondtam magamban, már mondom, akkor már főiskolát elvégezte. Úgy látszik, érdemes lenne nekem ezzel foglalkozni. Milyen jó, hogy így alakult akkor. Igen. Mert... A jó Isten úgy volt velem, hogy mindig, még volt, amikor gátat emelt valami, és én közém, hogy nem tudtam menni, de muszáj volt erre menni, és ott egy nagyon jó dolog vált. De mi volt ilyen példa, ilyen gát? Az, hogyha most hirtelen eszembe jutna, akkor... Jó, nem baj, majd ha közben eszébe jut, akkor most így nem jut eszembe, de az, hogy valami nem sikerült, és valami más kérdés, az meg nagyon jól sikerült. De sok-sok-sok ilyen volt. És érdekes, hogy most, hogy így rákért, most akkor mondjak egy példát, akkor hirtelen nem jut eszembe. Na hát ez ilyen. De mondok egyet, 56, Háberland Karcsi barátommal a stadionnál mentünk, és ott a géppuskáztak meg mindenféle, ez az ötváltos forradalom események körben volt. És azt mondta, hogy gyere, elmegyünk itt a keleti felé, mert ott arra rövidebb az út. És mondtam, hogy arra kérem, mert de nem tudok, mert kenyeret kell vinni a mamáiknak. Én elmentem a Hernád utca felé, ő elment a keleti felé, és Szibériából írt. Vagy nem szintén, nem valahol munkatáborból valahonnan. Van, mert a keletinél összeszedték, főtették egy vagonrendszer. Egy forduló múlik és az én, élet. És én meg két kenyeret kaptam. Ott a pékek tőle fél volt, a fiatal forradalmár. És vittem haza. Na de hát ez csak egy... De értem, de ez egy nagyon jó példa. Hogy valami, ami kifejezetten nem sikerül, és akkor a másik meg milyen jó lett. Vagy főiskola. Mindenképpen rendezőnek akartam. Amikor táncosság után jelentkeztem a főiskolát, színházrendező akartam lenni. Abban az évben nem indult. Beadtam egyet a színész és fölvettek. És elindult egy pálya. És elindult, és most azért ott vagyok, hogy mondjuk ezt a pályát nagyon nem kell szégyelni. Hát ebben egyetértünk. Ebben is egyetértünk. Ez a megváltoztatom a világot, kicsit ilyen forradalmárság, azért az a családban is, tehát a felmenők között is felfedezhető. Én tudok egy legendás nagymamáról például, aki a második világháború idején palacsintasütővel osztotta az igazságot. Igen, és az oroszokat, ő volt az első, aki megverte az oroszokat. Igen. Nekünk azt mondták akkor, volt egy szomszédunk, a Rísz ezredes, akik elmentek nyugatra, mikor már közel volt a front, mert Érdligeten voltunk, Érdligeten alatt. Azt mondta, ha ezeknek az orosz katonáknak valami enni-inni valót tudnak adni, akkor semmi baj nincs, mert ezeknek olyan szívük van, csak nem szabad szembet kerülni velük. És a nagymama kitalálta, mikor bejött a frontosok, hogy palacsintát, mondta nekik, hogy majd ha kész lesz, és akkor ők, mert így volt a Sparrel, és itt volt egy ajtó, amikivel, és ott mindig benyúltak, és a kész palacsintát kilopták. És jókat röhögtek ezen, és velem is megint kilopták, nem jön az oldalt. Nem, ez egyenesen. Igen. És egyszer csak a nagyon megunta, fogta a palacsintasütőt, az anyát, és vertezett meg, nem, amka, nyert, mamka. De akkor nem ebből a baj. Nem. Hát jókat rögtük is, nagyon élvezték, hogy nagyon veri az oroszokat. Én valahogy úgy képzelem, hogy... De hát ő volt azt hiszem az első kalauznőpeste. Tényleg? Volt akkor ő egy erős határozott nő. És mindent tudott.
Egyszer találtam egy tököt, amikor nagy éhezés volt, és a tökből csinált húslevest és rántott húst. Magjából csinált egy csodálatos húslevest. Most már reformkonyhának nevezik, vékony szeletekre vágta a tököt, bepanírozta, még ma is a számba van a díze. Ha most már reformkonyhának nevezik, akkor túlélésnek nevezték. Hát akkor egyszerűen zsenialitás. Igen, igen, meg találékonyságnak. Szóval, hogy ez egy erős női minta akkor. Nem? Igen, tehát akitől úgy lehetett tanulni, de mondjuk a nőktől, én úgy tudom, akkor is tanultál, amikor kezdő színészként a nőket igen, nézted, nem? Hogy ellesni tőlük mindenféle igen, fortét mert, a színpadon. Nagyon hiány van a különböző eszközöknek, amit a színészi eszközöknek, és rájöttem, hogy ha én a Dajka Margitot utánzom, arra senki nem jön rá. Uh-huh. Mert ha a Bástit utánzom, akkor mindenki azt mondja, hogy a Dédet, Básti vagy a Majorta, Bácsi. De hogyha a Dajka Margitot vagy a Mészáros Áginak, hogy azokból veszek át ilyen kis gesztusokat, akkor azt senki nem vesz észre, de ha jól csinálom, ugyanolyan jó, mint amit ők csinálnak. És Kismanyi Dajka Margit, hát igen, emlékszel olyasmire, amit mondjuk konkrétan tőlük tanultál és használod mondjuk akár a mai hát, napig? Amit tőlük tanultam mondjuk, Mészáros Ági, az úgy tudott, hát nem tudtam hogy azt megtanulni, mert azt nem lehetett utánozni. Csak volt egy olyan érzéssel tele nézés, ami olyankor, amikor valamit nagyon akart. Na most ezt ugye fiatal srác, ha így csinál, akkor az egy különleges gesztus. Vagy a Dajka Margitnak az a, hogy belülről előbb váltott egyet az agy, és egy mondat, ami így indult, az egyszer csak megfordult. Azt se lehetett igazán leutálni, de lehetett törekedni rá, és a jó pufa dolgok jöttek ki belőle. Hát, meg az, hogy mindenbe bele kell halni, mert akármit játszik az ember, akármit mond, az csak akkor érvényes, ha én az teljes mértékben úgy érzem, hogy akkor azt kell mondani. Az igaz, hogy te nem, mert most ezt te mondtad egyszer, hogy te nem tudsz udvarolni. Nem, de azt nem tudom. Akkor ez így van? Ez. De az hogy lehet? Valaki, aki ennyire érzékeny és nagy dumás, ha mondhatok ilyet. Hát mindegy, de szégyellem. Vagy szégyelleném. Tényleg? Ez volt a gát, hogy ez szégyellős voltál a nőkkel? Valahogy, aki tud ilyen udvarlásosan viselkedni, az úgy gondolja, hogy sikere lesz ezzel az. Én meg úgy gondolnám, hogy nem lesz, tehát nem is csinálom, nem tudom. Akkor ez ilyen önbizalom hiányszerű? Igen, valószínűnek tartom, hogy valami ilyesmi lehet, mert az a gondolat, hogy oda megyek és azt mondom, hogy te nagyon tetszel neki, hát az nem. Pedig olyan az, hogy még az is, hogy mit csinálsz este, még ez is nehezedre esett volna. Ez azért néha. Jó, de mondjuk egy, nem tudom. De egy olyan, hogy nem láttam a teljes odaadást, hogy ez biztos, hogy már 5 perc óra nem is voltam ott. Mondjuk egy törőcsik marit, bocsánat, na ezt akartam kérdezni, hogy egy törőcsik marit meghódítani. Ez hogy sikerült? Azt nem tudom, csak azt mondta, a Csurka Laci azt mondta, hogy holnap lesz az esküvője a tündérnek. A tündérnek? Tündérkének, vagy ennek hívtuk őt. De még a főiskolán volt. Főiskolán. Mondta, hát ez egy tévedés, hát az én feleségem kell, hogy legyen. Másnap kosárlabdázott a sportcsarnokba a Csurka Laci. És azt mondtam, mondjuk, hogy menjünk el és nézzük meg őt, hogy kosarazik meg. Nagyon jó kosárlabdás volt. És elmentünk és visszafele már,
amikor jöttünk, már megbeszéltük, hogy mentünk, akkor az a tegnapi eskü, az egy tévedés volt. Ez konkrétan az esküvő másnapján volt? Ez, ugye, vagy úgy körülbelül? Vagy szombaton. De jó, tehát pár napon belül. Másnap. Jó, de utána a Marinak az első férje rendezett is titeket. Hát akkor már, persze. Hát akkor jó, nem volt ebből hosszú harag? Nem, egy rövid házasság, nagyon rövid házasság volt is. Szakosz, ajjaj, 56. december 7-én házasodtunk mi össze. Vészterhes időkben volt ez a nagy boldogság. Sőt, hát még nőttek a városba, persze, és a 8. kerületi tanácsba. Uh-huh. De rendesen lőttek, gyalog mentünk a Városmajor utcába. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Viszont a, hát igen, azért azt figyeltem egyébként a pályádon, meg a kapcsolataidban is, párkapcsolatodban is, hogy alapvetően azért te hosszú távfutó vagy. Én hűséges vagyok. Igen. Abszolút. De mindenhez hűséges vagyok. És ha nem muszáj, akkor én sosem változtatok, szóval egy rettentő maradi természetem van, mert hogyha én valamire azt mondom, hogy akkor, és akkor kinyitják a szemem, és azt mondják, hogy te volt csak hiszed, hogy ez úgy, nincs úgy, akkor másik. Uh-huh. És akkor ahhoz vagyok is. Hát igen, mert igen. 24 évig voltam a József Attilában. 20 évig voltam igazgató, és most már nem tudom mennyi ideje vagyok a Nemzeti Színházban. Igen. 2003 óta, megmondom. 16 éve. Akkor volt a nyitás? Szerintem igen. Igen. Hát az elsőben ott voltam. Én voltam az egyik arkangyal az ember tragédiájában. És te hogy bírtad a főnökséget 20 évig akkor? Milyen főnök voltál? Hát szerintem jó főnök voltam, mert nem. Én nem éreztem sose azt, hogy főnök vagyok. És az a jó főnök, aki nem érzi, hogy főnök? Igen, az az érzés. Aha. Nekem az az érzésem, hogyha én egy munkatárs vagyok, akinek dönteni kell, vagyis akinek mindenkivel foglalkozni kell, akkor az jó. Uh-huh. Hogyha én egy uralkodó vagyok, megette a fene. Az kell, hogy én, hogy az mindenki tudja, aki ott van. Hogy ez nem egy leányálló mindenkivel törődni. Mert színésznek azért jó lenni, mert mindenki velem törődik. De igazgatónak, hogy mindenkivel én törődök. Hát ahhoz, hogy kell, igen, szerintem is vezetőként kell egy nagy adag alázat. Igen, és kell egy valami, ami, szóval, hogy mondjam, nem szabad, na, hogy az legyen az igazgató, aki nagyon szeretne igazgató lenni. Uh-huh. Az a jó, hogyha valaki szinte kötelező, hogy ő legyen az igazgatója ennek a csoportnak, vagy ennek, vagy... Uh-huh. Azért tehát állunk meg, mert jön egy... Gondolom. Valami, valahol. Mögöttünk. Most mehet. Igen, köszönöm. Az nekem ez szent meggyőződésem, hogy kiválasztódni, mert ez a, hogy én jelentkezek, én akarok lenni az igazgató, ez nem akar az nekem, nem akar stimmelni. Ha valaki mindig olyan helyzetbe kerül, hogy ő tud a legtöbbet tenni a többiekért, akkor frankó. Körbe megyek majd az útra, csak mondom, hogy nem tudom, hogy itt vagyunk, csak majd visszahozlak, ja, csak jó, hogy megyek egy kört még. Én azt számolgattam, hogy ha 80, ugye 85 éves leszel, és a főiskolás, meg a táncos éveket is beleszámítva, 68 éve színpadon, az pont a 4/5 a te életednek. Jaj, de jó. Ami a színpadhoz kötődik. És hogy ugye mindig nekem is most említetted a közönséghez való kapcsolódást, meg nagyon szépen, ahogy mondod, hogy egymást megölelni a közönséggel. Igen. De hogy az merült föl bennem, hogy valaki, aki már csak nem 70 éve színpadon áll, hogy még tud-e neki a színpad, és tud-e neki a közönség bármi újat, vagy meglepetést nyújtani? Tud. Na, tényleg? Ez nagyon,
Ezért mondom, hogy ez a közönséged valami őrületesen fontos része, és az, hogy a közönség, hogy annak a tudata, hogy a színház a közönségnek készül, a közönségért van. Ha két személy a közönség, akkor annak a kettőnek. Ha 2000, akkor annak a 2000-nek. De az, hogy nem érdekel, mert van ilyen, amit a legjobban nem szeretek, mikor valaki az, hogy nem érdekes a közönség. Aha. Meg. A nem jó a közönség. Ma igen, ilyet lehet hallani. Meg igen. Nem érdekes a közönség reagálása. Uh-huh. Mert a közönség nem érte, de ilyen nincs. A közönség az egy valami, és az zseni. Uh-huh. Mert ami a közönségnek tetszik, az furcsa módon évtizedek múlva is jó. Mert nekünk, a színházi színészetnek van egy csodálatos, érdekes dolga, hogy az utókor beül a közönség soraiba. Nekünk nincs más utókor, mert ha már fölveszik, vagy filmre veszik, igen, 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 igen. A színház az aznap születik, és aznap hal meg, azon az estén, vagy azon a délutánon. És csak emlékekbe marad meg. Én azt szoktam mondani, hogy nincs pótolhatatlan színész, csak feledhetetlen színész van. És ez egy fontos dolog. És a gyerekeknek azt mondom, a fiatal színészeknek, hogy mi ez a pálya. Először azt kell elérned, hogy megismerjenek. Ennek minden áron. Minden áron el kell intézned, hogy megismerjenek. Hogy megismerjenek, igen. Aztán el kell intézni, hogy megszeressenek. És azt elérted, hogy megismertek és megszerettek, akkor rá lehet arra menni, hogy elismerjenek. És ez ebbe a három dologba benne van az egész pályán. Ez egy ilyen. Az csodálatos, amit mondasz a színházról, tényleg, hogy és mennyire így van, hogy aznap születik meg, és aznap hal az meg. Aznap kész. De közben meg azért neked olyan halhatatlan dolgaid, produktumaid, teremtett értéked van, mint ami soha nem fog meghalni, és mindig velünk marad. Igen, és generációkról generációra. Ez a színház, de azért a te pályádnak vannak. Bocsáss, nem csak, hogy arra akarok kiukadni, hogy az olyan, például a süsű hangja, az mindig is a magyar kultúra igen, kitörölhetetlen része lett. Az nem a színházi színészet. Hát azt mondom, igen, de színészet. A televízió, a film, az egy másfajta, mindig, hogy melyiket szereted jobban. Teljesen más. Olyan, mint hogyha a 100 méteres gyorsfutást össze akarnám engedni a box világbajnoksággal. Nem ugyanaz. Ez meg egy örökre megmaradó, megmarad a rossz is, megmarad a jó is örökre. Ha csak fel nem égedik. A másik, a színházi színészet, az aznap van, és aztán nincs. Ezért van az, amikor a színházi bakik. Évtizedekig mind jó szórakoztató helyzetek megmaradnak, mert az aznapi helyzet, az aznapi közönség viszi magával, és az még ez nem lett még egyszer. Még főiskolás korunkban volt egy Bunda nevű előadás, és annak már két belvárosi színházban játszottunk, két napon volt a vizsgánk, és a Bunda című ízében leleje környékén jöttünk, és akkor ez volt a darab, hogy felakasztottuk az előszobába a kabátunkat, bundánkat, és ezen az első előadáson, mit tudom, a Fonyó Jóci, vagy a Margit, nem tudom mely, fölakasztott a Bundát, és ránk szakadt az egész Bunda. Hát a közönség leesett a székről. Borzasztóan tetszett. És akkor mondtuk a Gellértnek, a Gellért Endre volt a tanárunk, és
mondtuk neki, hogy ha csináljuk meg ezt a hónapi elő, azt mondta, nem érdemes megcsinálni. Aha. Mert az ilyet vagy nagyon kigyakorolva, pontosan, precízen kell, vagy hagyni kell ezt a véletlent egyedül. Na de ha csináljuk, azt csinálják, de ez nem fog bejönni. És különben is állatian értett a közönség reagálása, a közönséget. Jöttünk, és itt fonyolc, hogy aki előzően ráncakat, és a közönség is hát. Igen, és a közönség ugye zseni? Hát a közönség zseni. És igaza volt, hogy ez, ha ki van gyakorolva, és artisztikusan pontosan meg van csinálva, akkor még nevetni is lehet, sőt, tapsot lehet kiváltani vele. Vagy úgy, hogy véletlenül történik, és akkor, ha már direkt csinálja, az már. Még egy kérdés, mert mindjárt megérkezünk, hogy én úgy tudom, hogy a Süsüből készülnek új epizódok. Én is ezt hallottam. 13 új epizód. Már ennyire biztos? Hát én olvastam, még nem, hogy bász, akkor hogy még 13. te nem tudsz biztos. Azt olvastam, hogy 13 új epizód készül, mert de lehet, hogy még nem iratkoztam, hogy igen. Nagyon jó Csukás, amit a Csukás talál ki, az a jó. Igen. Mert amit ő álmodik, az abból a fejből, abból a szívből születik, aki kiálmodta ezt a Süsüt, ez nem szabad, itt jön az, hogy öreg vagyok, nem szabad újítani. Vannak dolgok, a slágert nem kell átírni. Ne újítsunk, Süsü maradjon a régi. Süsü, és ki lehet találni új helyzeteket, új figurát. Hát van még egy pár a világon, a Miki Egértől a csombom horgász, vagy hogy... Nagy ho-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 
ami már jó, ne azt maszajtoljuk el. Ezért nem szeretem, mikor a Shakespeare mű helyett nem írnak egy új művet. Lehet akár a témája ugyanaz, hanem abba bele piszkálnak. Azt én nagyon nem szeretem. Akkor régi, klasszikus, de mégiscsak új süsű epizódokat kívánok magunknak is, meg neked is még. És nagyon boldog születésnapot az élmény. Egyetlen egy dolog van. Fontos, hogy a Csukás lelkéből jöjjön, meg a Bergendi. Hát ezeket nem lehet, azokat a dalokat nem lehet elfelejteni, vagy Csukás, Bergendi együttes, vagy nem tudom, hogy hogy volt az. És akik még vannak, mert azok hiányozni fognak. Mert a Stankai Pista kis fiatal királya, a Csákányi, a Kaló Flóri, azok sajnos nagyon fognak hiányozni. De mivel az élet ilyen kegyetlen, ezért lehet őket pótolni. De ugyanazzal a zsánerrel. Na, ezt kívánom magunknak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen, kérlek szépen. A munkámtól nem tudok elszabadni annyira, hogy ne 365-ből 364-et dolgozzak, viszont amikor szeretném ezt megélni, akkor szeretném megélni, hogy milyen friss apukának lenni, és milyen otthon lenni, és mindig mondom, hogy szívesen menni gyere, vagy gyere, vagy tudom, most éppen mi van. Lehet, valamennyit azt hiszem lehet. Igen, de szívesen otthon lennék. De ha most meg nem lehet, akkor mire rászánod magad, akkor majd van itt a ez 3-4 év. Igen? Oda kalibrálod magad? Hát valahogy igen, valahogy igen. Igen, mert ez megvan. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájára.